Van ezelőtt gondolkodtam rajta, hogy talán van hozzáfűzni való. Egyébként Ugró Jani néven szerintem sokkal jobban ismernek, bár Springer néven indultam megmérettetésen is. És én azért nem vagyok olyan csalódott ebben. Szóval a kérdés az, kedves barátaim, ha mondhatom ezt, bár lehet, hogy sokan önök közül nem is rám szavaztak, de szerintem azzal együtt egész biztos vagyok benne, hogy azokra se biztos, akik most éppen egy fajta hatalmat éreznek a kezükbe itt Kerepesen. Én nagyon tartok tőle, hogy ez a hatalom, az a hatalommal lehet élni és lehet visszaélni. És attól tartok, hogy a hatalommal való visszaélés az sokkal, de sokkal veszélyesebb ránk nézve. Pár kérdést tennék fel, és azt hiszem, hogy én ezért is jöttem el elsősorban, mert engem bosszantanak dolgok. Én vagyok azon német képviselő, akik az önkormányzatban szót kaphatnak, bár a polgárok is kaphatnának, csak nem nagyon jönnek el, meg nem nagyon kapnak szót. De hát én élek a lehetőséggel, hogy nekem szót kell, hogy adjanak, mert ha nem adnak, akkor bizony elnye-benye meg lesz ugri-bugri. És hát néha magamhoz ragadom a szót, bevallom őszintén, nem vagyok rá büszke, de kénytelen vagyok agresszív módon fölállni, és azt mondom, hogy nekem már pedig ehhez jogom van, hogy elmondjam a véleményem, és akkor általában jönnek a megjegyzések, de azért csak elmondom. Szóval amit én el akartam mondani, nekem nem tetszik például az, hogy a fejünk fölött átnyúlva azt mondják, hogy aki a jelenlegiekre választott és szavazott, az arra is szavazott, hogy az orvosi rendelőket eladják, bezárják, és egy orvosi rendelőt központilag építsenek egy STK-t Kerepesen, méghozzá a Szilasi réten, ami én szerintem az egyik legszebb zöldövezete Kerepesnek, már azon zöldövezetek közül, amit használhatunk, tehát parkként működhetne. Tudom, hogy nem abban az állapotban van Szemetes, de ez már más kérdés. Tehát ez az orvosi kérdés, orvosi rendelő kérdés, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és szerintem, ugye nem tudom, hogy önök hallották azt is talán, nem biztos, mert a színes újság nem írja meg, hogy eladják az orvosi rendelőket, a jelenlegieket, és annak adják el, aki majd épít nekünk helyette egy STK-t. Nevezzük STK-nak, talán így észszerű és célszerű. Szóval ugye elgondolkodtam rajta, hogy kinek van érdeke ebben. És ebből építenének városközpontot, ebből a pénzből? Arra biztos nem elég. Városközpont. Ez a harmadik önkormányzat épülete lesz a jelenlegi regnálók ideje alatt. Hát eladták 100 millióért azt, amit nem lett volna szabad eladni. Ez most 60 millióba került, abból a 100-ból maradt 40, az el lett már másra költve, és most újabb milliókat költünk majd egy újabb helyszínre valahol. Tehát megfontolatlan és meggondolatlan az egész. 10 millióért adták el a nyugalmunkat is persze, az a Hungaroring, amire gondolok. 10 millióért nincs appelláta, csend lesz, és nem, mi leszünk csendben pontosabban. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt is meg lehetne kérdezni, hogy trafikot júdáspénzként fogadunk el, vagy mit, vagy hogy van ez? És iparterület vásárlás többszörös piaci értéken. Megvásároltunk, és ezek a szerződések nem nyilvánvalóak, és nem tudjuk, hogy, vagy önök tudják, hogy ezek a szerződések hol vannak? Tudják azt, hogy ez osztatlan közös, vagy 100%-os önkormányzati tulajdon? Tudják azt, hogy a szomszédos telek az miért 500 forintba kerül, és miért mi 1200-ért vettünk? Nem tudjuk. De jó lenne tudni. És persze az, hogy csak csókosok kerülnek a húsostál köré, ez egy kérdés, hogy csak csókosok kerülnek a húsostál köré? Mert ugye itt az előbb Gombkötő úr mondta, hogy még egy bizottságba se került be például. De viszont bekerült mindenki, aki a jelenleg regnáló egyesülettel indult. Tehát mindenki, csak azok adják a bizottságnak a tagjait, akik az ő körzetükből, környezetükből valók. Tehát több mint gyanúsak azok a beruházások, és legyenek ezek nyilvánosak. Én úgy gondolom, hogy több mint 10 éve rádiózok lassan már Kerepesen. Próbálok, újságot kiadok, mindennel foglalkozom, hogy információt kapjunk. Én bevallom, és mindenki tudja, hogy én támogattam a jelenlegi polgármester urat 6 évvel ezelőtt, vagy 8 évvel, ki tudja már mennyi volt az, 8, és, vagy már 9. És én akkor azt gondoltam, hogy egy újságíró, aki majd az információt áramoltatni fogja itt felénk, és mindenről fogunk tudni, az egy megfelelő ember lesz ide. Na most ez egy óriási tévedés volt, információ cenzúrázva, csöpögtetve és lehetőleg visszatartva. És csak azt tudjuk meg, ami ránk tartozik szerintük. Köszönöm, én azt hiszem, hogy talán ennyi, bár beszélhettem volna arról is, hogy a lomtalanítást miért nem viszik el háztól, de ezt azt hiszem már más kérdés.